beindul a nagy-nagy pófonófon. Ketten osztozunk meg a pófonókon. Én adom, és te állod majd. Jó! Az a helyzet, hogy nyomtam egy felvétel, de még ezt nem kell teljesen komolyan venni. <kül> Mit szólsz hozzá egy köszönök egyet? <haz> Kedves hallgatóink, ez az Ártosztály Podcast 154. jubileumi adása. Mikrofonnal? Mm -hmm. Szubjubileum. Benedikt Waldorf és Charles Stutler. Valójában azt tudod, hogy most kezdjük a negyedik évadunkat. Miért most? Nem hetekkel ezelőtt kezdődött? Nem, ezzel az adással. Na van, a születésnap. Tényleg? Bizony, bizony. Ú, uh, erre nem is gondoltam. Igen, igen, gondoltam, hogy ezért na nagy meglepetés lesz, hogy be beráncig ide az adásba, és... Özlem, tényleg már... meglepődtem, ezt elfelejtettem. <laughs> Ennyi ideje csináljuk. A mindenit. Hát gratulálok magadnak. Azon gondolkozom, hogy leg, legjobb lenne én stílszerűen felidézni azokat a témákat, amiket akkor előhoztunk, és megnézni, hogy mi alakult belőle. De nem jutottam odáig igazából, hogy végignézzem, hogy mik is hangzottak el. Egy kivételével talán a Julu, ami... júlu. Ezt megváltani, meg igen. A, meg a Cyber Submarine. <laughs> meg a Cyber Submarine. De igazából a júliról nem nagyon hallottunk azóta se. A, a cyber ról igen. <laughs> azóta is szuntuk <Soon> <laughs> má, Már-már mindjárt, de előrendeléseket bármikor, bármilyen hát mennyi nyilván, mennyiségben hát Ha pénzt akarsz oldalát. adni, akkor fogadunk szívesen téged, is így van. Helyette lett egy Twitter akvizíció. amit most így a ezek is csupálnék, mert a az előző részekben is nagyon sokat beszéltünk róla, meg már szerintem mindenki ezen csámcsogott, hogy hogy mennyire szét lett verve egy amúgy sem túlzottan jól funkcionáló csapat. Szép. Uh, szép, szép. Más nem is tudom, hogy volt-e olyan igazán említésre méltó. Azóta rengeteg kriptovalutát ráncigáltunk, rengeteg NFT-t, euh, Amazon-t, SpaceX-et, SpaceX NASA-t, szateliteket hát holdra szállást, marsra szállást. Apropó holdra szállás, ugye az Artemis. Mindjárt most megyünk, már, igen. Már, már Újra. megy? Hát most éppen megy. De most a héten, vagy a múlt héten volt a NASA, most, hogy végre sikerült elindítani 87. neki futásra, ugye szeptember elejé óta próbálták kilőni az artemis most még ember nélkül. De, de az a bátorság az meg volt bennük, hogy azt mondják, hogy 2030-ban cserében már a Holdon élhet kolónia, mármint, hogy szerintük fog élni. Addig megtanulnak levegő nélkül létezni. Hmm, igen. Végülis ebbe az Artemisbe volt az Alexa? Mert arról beszéltünk, Azt hogy hiszem... nagyon. Igen, úgy, úgy emlékszem, hogy ebbe rakták bele az Alexát. Meg a WebExet. Ja, igen, WebExen keresztül lehetett az Alexával beszélni. Igen. Vannak dolgok, amiket így nem annyira értesz. Én biztos hmm. az u választottam volna ebből a távolságból. Jobban láthassam. Hogy <laughs> hát ti, en Nem, nem, az, azért tudatosan nem választottak Microsoft terméket. <laughs> Képzel, akkor kiderül, hogy nincsen lábuk az űrhajósoknak, mostantól kötelezően. Az nagyon meta lenne. Még tudod, miről beszéltünk jó sokat? A robotokról. Tényleg. A házi robotokról, meg amik elveszik a munkánkat, meg amik hoznak sört, meg amik még azt se tudnak. Akkor hoznék egy, egy disztopikus hírt. Mit szólsz hozzá? Mit? disznópikus? Disznopikus. Disznopikus. Ö, igen, a szanfranciszkói rendőrségről van szó. Aha. Eddig akkor állunk. Eddig stimmel. Nagyon komolyan elgondolkoztak rajta, és ha jól emlékszem, meg is hozták azt a rendeletet, amelyben a robotok által használható kényszerítő eszközökről és intézkedésekről szerettek volna dönteni, pontosan kiterjesztve azt a halálos ö, erejű beavatkozásoknak az engedélyezésére. Azaz például lőhessenek, vagy sokkolhassanak sokkol halálosan a robotok. Szükség esetén. Amennyiben érik, igen. A nagyon... döntés itt még ugye emberi kézben van, tehát ezek a robotok, ezek ugye, ugye még kérnek jóváhagyást, mielőtt ezt megcsinálják. Még igen, még igen. Kérdés, amikor beleépítik a, a robotzsaruba. Ugye, az egy, az egy ember, legalábbis emberi agyra épített robot, akkor mennyire fogja tudni? Erről mennyire azért minősülő? Teszlem, a terminátor az élő szövet fényvázon, a az fordítva. Így, így. Az fénybe az élő szöveten. Így van. Tehát, hogy... Hm. Mert De volt. a Terminátor már hozhatott önálló döntéseket cserébe. De a Terminátor az már nem annyira felelt a rendőrségnek szerintem. Feleselt. Szóval a tervek alapján egyébként nem, nem akarják túl lihegni ezt a dolgot, csak azt, azt szeretnék, hogy a gránátvetőkkel, gépfegyverekkel, 50-es kal 50 kaliberű ágyú, mi ez nem, nem gép csak, csak sima, sima távcsöves puskával föl lehessen. Távcső, minek neki távcső? Hát, hogy jobban, jobban lásson. Lásson. <laughs> Egy robot minél jobban. jobban. De, De igen? nem, nem áll precedens nélkül ez a dolog. Nem, hát én is láttam a robot Zsoru 2 -t. A 2016-os uh, bomb, bomba fenyegetés elhárítására kiképzett robot, egy Rimotec F5A, az már volt olyan bevetésen, hogy túlszejtési szituációban a bomba megsemmisítésre használt töltettel, megölt egy gyanúsítottat. Hmm. Tehát, hogy volt ilyen már, és ez szintén San Franciscó. Gondolom, akkor jól el voltak, mire ezt a bíróságon tisztázták, hogy mennyire volt legális meg szabad, meg? Ö, ez, ez jó kérdés, ennek nem néztem utána, de az biztos, hogy ott egy kicsit meg voltak szorulva öt rendőrt már lelőtt a túszejtő már, bocsánat, megölt a túlszájtó, túlsz és többet még le is lőtt. Meglőtt. Meglőtt. Jó az anyáv egyébként. Meglőtt és leesett. Tehát pipak. Igen, igen, ezért mondom, hogy jó Olyan. az anyáv. Ez volt az, amikor úgy döntöttek, hogy beküldik a bomba elhárító robotot egy kis töltettel, de azóta már ezekkel a jófajta 12-es shotgun sellel uh, szerelik őket, hogy, hogy uh, ne csak felrobbantani, hanem szétlőni is tudjon bombákat. Hát szép, szép, szép lesz. Pont oh, nem régiben volt robotzsarus mémünk Tja. a linkedin egészen szépet ment. Hát ugye a csávó, akit lelőttek, és utána nem sokkal később a cég visszahozta, hogy dolgozzon tovább. Újra szolgálatba állították, túl és, jó volt, igen. Így. így. És már aludni. Murphy nem halhat hallhat meg. Neki, neki Ez az igazi mér. Murphy. Igen. Murphy törvénye? Ó, oh, uh -huh. megvan. Ennek az adásnak is szerintem meg lesz a címe. Um, ja. Szóval hogyha, ez eléggé durván. De so, sokat beszéltünk drónokról is szerintem. Igen. Ehető drónokról beszéltünk? Mm, arról biztos nem, arra emlékeznék. Ehetőről és drónokról igen, ebben az összetételben szerintem nem láttam jönni. Kézzel, de készítettek ehető drónokat méghozzá a svájci. Tudom, tudom, Maria, ne lőd le, elmondom. Igen. Igazi legyekbe tettek agyimplantátumot. Amivel vezérehetővé váltak, de ha akarod, megeheted őket. Ujj, ujj, ez egy másik kedvenc, másik kedvenc témám. Igen, akkor úgy érzem, nem ez lesz a megfejtés. Akkor de nem, a megfejtés? ez nem. Ugye tudjuk, hogy Svájcban rendszeresítették a Bernát-hegyi hegyi kutyuskákat arra, hogy a megreket sziklamászóknak, síelőknek vigyenek különböző élelmiszereket és természetesen az elmaradhatatlan rumot a nyakukban. Igen. Na, most azt találták ki, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha, ugye a kutya nagyon sok helyre el tud jutni, de azért sziklára föl nehezen. A sziklamászók számára drónon segítségével akarják eljuttatni a az alapvető élelmiszereket. Még hozzá, hát ilyen, mi ez a rissüti, vagy ez a risspufi. Aha ból meg... meg uh, ja, könnyű dolgokat kellett választani. Aha. Igen, igen. A, az, azzal szerelték fel ilyen kis szárnyakként a drónokat, és uh, ez viszi el. Hát nem tudom, a, ahogy elnézem a körülbelül egypirítósnyi méretű szárnyat, nem ez fogja életben tartani a hegymászókat. A kénezer egy és sokkal több kalóriát tartalmaz, és még melegít is. De, de a kutyát nem eszed meg. Hát, ha még nem szükséges. Okay, egy ideig legalább. <laughs> Így van, de ha mégis. Sokkal több benne a kalória. Hát elevés is meg magában a rumban, amit egy ilyen Bernát el tud vinni, mennyi kalória van. Tehát onnan indulunk, hogy az valószínűleg önmagában több, mint egy fél tucat ilyen drón. De hány drón tud magával vinni a Bernát hegyi? Hány drón. Vagy meg vinni a Bernát hegyét. <laughs> <laughs> Így van, mi van, hogyha ha De innen van, már, hogyha egy drón csak, elbír 30 grammot akkor lesz az a dró mennyiség, amivel egy komplet Bernát hegyit is föl lehet vinni. Hát nem biztos, hogy lopakodó módban. Képzeld el a Bernát hegyire egy ilyen kis sisakot adni, és a saját gondolataival tudna irányítani. Magát. Magát. És ilyen repülő Bernát hegyi. Ugye, melyik, ugye. melyik be volt? Az a Jet osztrák alapokban a Red Bullt, nem? Hősük már a környék érdekességeit. És szerintem az egészet szereljük egy lila tehére, hogy így minden is érjen. De a lila tehénnek a ballába rövidebb, mint a jobb. Nem mindegy, ha szárnyak, hát az neki, tehát hogy így, tehát de félre fél ne legyél alatta. Meg csak hegy oldalba tud leszállni. Jó, de cserében nagyon sokat lehet spórolni a hajtásom. <laughs> Origámizni akarsz a tehenekkel? Ja, nem, én a metánt gondoltam újra hasznosítani. Ja, oké. Okay. Utánégetéses tehén. Kicsit mit a farka. <laughs> <laughs> Szerintem térjünk át egy másik témára, de említetted egyébként a legyeket, és képzeld el, már nagyon régóta csücsül a, a backlogunkban egy olyan hír, amivel a legyek agyára, hát, tudnak, tehát a bizonyos agyi reakciókat tudnak kiváltani legyek agyában távolról, vezeték nélkül mert eddig csak vezetékkel lehetett, hogyha beleszúrtál valamit, akkor elég Nem azért, de ez szenvedett. emberi adja tök régóta működik. Úgy hívjuk, hogy tévéreklem. Ja. Mindegy, csak. Hm? Jó, tudom, a legyeknek összetett szeme van. Hm? Nekik sokkal több adás. Egyszerre több tév... tévét tudnak nézni. Igen. <laughs> mi, mi, tehát, hogy mit tudunk pontosan? Mert azt hiszem, definiáld jobban. Hogy mágneses mezővel tudják kontrollálni a bizonyos neurális kisüléseiket a légynek, legyeknek, és ennek megfelelően megváltoztatják a viselkedésüket. Ehhez mondjuk egy picit genetikusan módosítani kellett a, a neuronokat. De várjál, ez a, olyan, hogy a légy arra megy, hogy még füle cseng? Tehát kevésbé így képzelem? Nagyjából igen. Ez a balra fáj, jobbra fáj. Ó, így? É, igen. Földbe állok először. De egyébként arra, arra használták, hogy egy ö, legyek által használt ö, üzekedési pózt Üzekedés? tudjon, igen, tudjon fölvenni, de, 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 de nem de. is tudom, hogy a, mi, mi, mi volt a kutatók elgondolása. Gondolom azért, de, de, mert ezt, mi, ezt így á, 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 magától ezt, a... Ezt fejest tehát, hogy é. legyek párzási pózát akartuk mesterségesen imitálni implantátumok segítségével igen, de legyeken? Lehet, le, le, hogy ez most ilyen... Kanos legyek? 20 pluszos kanos legyek lesznek, Aha. Valószínűleg azért, mert egyedül volt a nyomorult légy, és ez volt az, amit magától úgy sem csinálna ebben a pillanatban. Egy légy ott. Az. A magányos légy ott. Ennyi. És ezért okay. valakinek már megint fizettek. Újra állap, é. megállapítom, hogy megint rossz munkánk van. Jó, hát a, jó. az, hogy mágnessel irányítjuk a, a neuronokat távolról, az már önmagában is durva. módosított legyek mégis, még igencsak durvák. Kiváltképp, ha visszagondolunk a klasszikus filmre, de, de az, hogy még ezt, ezt összekeverjék, hú, borzasztó, borzasztó. Engem elvesztettél. Jaj, na jó. mondjuk, egyébként. hogy tudod. Különben erről azt szeretem volna így feldobni, de nem muszáj most megválaszolni, hogy ilyenkor mi van a petával? Tehát azt értem, hogy buddát nem lehet csinálni a legyekből, és akkor ők így nem a cuki állatkategória meg ne kísérletezzünk rajta, de azért ez, ez túl állat kísérlet. Svájcban van peta. Az nem amerikai szervezet? Mindenhol odaértek, ahol bundát akarsz használni, tehát hogy, hogy, meg mit tudom én, parfümöt, meg bármit, amit állatokon kísérletezünk, hogy, sőt, hát ugye a Neuralinknek a majom kísérleteinél is már azért az állatvédők erősen tiltakoztak, hogy nem jó ötlet, mm -hmm. de hogy a legyeket védi valaki? Van olyan szervezet? Tudom a legyek ura, de azon kívül, hogy ezek a kísérletek, évetlen. ezek csak úgy évetlen. folyhatnak? bocsánat, ez, 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 ez a, a toszt. Na, most akkor a, rep, ki. a repülőpirítós volt a, a svájci, ez, ez amerikai. Tehát akkor ez konkrétan a peta orra alatt legyek kell kísérleteznek. Előtt. Nem alatt, előtt. Jó, az úgy. Emelkedjünk felül ezen a részleten. Uh -huh. Tényleg csak eszembe jutott, mert hogy, hogy valahogy ezt nyilván ki kell kísérletezni, tehát ez megint az a szint, hogy mire emberig eljut egy ilyen technológia, addigra sajnos ezt így néhány állatunk ki kell teszteni, csak hogy ennek vajon még nincs komolyabb ellenállása, vagy csak nem halljuk. Illetve merre fogj fogják tovább vinni ezt a kísérletet? Mert hogy értem, a, a, legyekre nem rezdült meg a petának a szemöldöke, mi legyen a következő? Szerintem, hogy ügyvédekkel kéne csinálni, a politikusokkal. Csigában. Po politikus. Ne, csigában. Ugyanúgy gerinctelen. És házas. A Mesteren csiga, az meg nem nyerte meg az előző választásokat. Na menjünk tovább. E, jó. Beszéltünk még nagyon sokat önvezető járművekről, Tényleg? autókról, rengetegszer került szóba. Meg a villanyokról, igen. És arról is, besz... is beszéltünk, hogy, hogy például a Tesla-ban teljes egészében elvetették a LIDAR használatát, mert hogy az drága. Uh -huh. És tudod, milyen igazuk volt? Nem régiben volt egy új tanulmány, amelyben megvakították a lidarokat még hozzá úgy, hogy különböző lézer visszavetüléseket raktak bele a látóterébe a lidarnak, és úgy... Megküldték a nyomorultat egy egyszerű diszkóba. Annál egy kicsit komplexebb volt az ötlet. Azt csinálták, hogy ütemezetten visszaküldték ugye a sugarat, egy sokkal erősebb intenzitással, mint ahogy azt a lidar kibocsátotta, ami miatt azon a helyen, ahova ők ezt a, az ütemezést helyezték, a lidar úgy érzékelt, hogy pont előtte van valami. Viszont az összes, összes lidar úgy van programozva, hogy ha pont előtte van valami, akkor azt úgy tekinti, hogy ott nincs, nincs semmi. Ennyit az ütközésvédelemről. Igen. Mert úgy, úgy értem, ez hogy túl közel van, és ilyen közel nem lehet. Tehát ez, ez, ez mondjuk valamennyire... Tehát, hogy nincs, nincs olyan, olyan a, hogy valami egyszer csak ott terem? Ez, ez olyan, a szabály van benne. Meg igazából már ez azt jelenti, hogy a Lidar házán belül kéne, hogy legyen oda. Meg, ha Aha. meg már oda bejutott, akkor nyugodtan mehet tovább, sőt, átmehet menekülő üzemmódba, hiszen valamit elütött. És azt ennek, ennek köszönhetően egy az egyben el lehet tüntetni a lidarképről személyeket, vagy, vagy akár tárgyakat is. Na, és akkor innen jön az, amit az imént mondtál, hogy és mi van akkor, ha mondjuk valaki kihozza például a lézeres hologram reklámokat. Amit oda vetít neked a piros Amit? lámpához? Ha például a piros lámpához vetített, aha, az mennyire megzavarhatja a lidart. Nyilván, ha megfelelő frekvencián van a megfelelő irányba. Vagy arra gondoltam, hogy ezzel milyen kiváló detektív regényt lehetne csinálni. Hogy az önvezető autó elüt egy gyalogost, és ki kell nyomozni, hogy hogy történt, és kiderül, hogy akkor a meg lett kavarva a lézer az önvezető autónak azért, hogy ne lássa éppen az átmenő gyalogost, és átment rajta. Tehát szóval már mégsem a gyalogos lett az átmenő, hanem az autó. Igen, és, és zebra csíkos lett végül a zebrán. Mm. Mm. Ez egy újjövő? Már látom, hogy hogy ezt ez legalább 10-15 sorozat fel fogja dolgozni. Jó, de akkor most légy szíves a jogdíjakról előre gondoskodj, kivételesen autólag. Amennyi ötletünk van, az az Lidart ilyen barlangok, meg ismeretlen terek feltérképezésére szoktunk használni, nem? És persze a porszívómon. Tényleg, hát te ingyen adod az alaprajzodat Kínának. Mindig elfelejtem. Az le van tiltva az a része, de És akkor szerinted nem adod. Kis nai, Istenem, de cuki vagy. Nem vehetlen vagy te bolondok házában pajtás. És mit fognak vele csinálni? Ki jön neki takarítani? Nem, nem. De gyorsabban megtalálják a széfet, amikor kimennek kitakarítani. Az nem lenne rossz. Nem, van lenne. Hidd el, megtalálják akkor is. Ha nincs. Um, Tényleg vajon használják ezt valamire? Ezt a rengeteg alaprajzot, meg lakástérképet? Vagy, ugye ez olyan, az, az ilyen adatgyűjtője, hogy egy csomószor nem tudod, hogy és mire akarja majd azt használni. Használják, biztosan használják a, a porszívóknak a betanítására. Jó, de tehát azon pont, kívül, tehát pont hogy, valami az, hogy látja a nagyobb ridar, haszon. Aha, de látja a ridar, egyébként ebben a porszívóban konkrétan a kamera is van. De nem porszívó, tehát mire lehet még azt használni, hogy a világon mindenhol van a, a egy adott néprétegnek, mert azért valószínűleg mondjuk a 100-200 es rumákat nagyjából hasonló típusú emberek veszik, mondjuk így így szinten. Van képed, nem arra, hogy milyen felépítésű lakásokban élnek, milyen méretű szobabeosztású, akármilyen, ezt mire lehetne még használni? Például a KSH-ba. Ja, de nekik megvan. Hát nekik ez úgy van meg, hogy amit bevallasz. De, szent, azért innen nézek Kína pontosabban tudja ugyanezt. De képzeld el, mondjuk a KSH-nak eladni az adatokat Kínából... De ott még... Tehát, tehát, meg értett, a nav, ők NAV még tehát a is hogy... tudják. Aha. Nem csak a négyzetmétert, meg a szobabeosztást. Ez tök jól lehetne hasznosítani ilyen lakberendezési webáruházatnál, eleve olyat dob neked, amit IP cím Ami... alapján tudjuk, hogy a te lakásodban mondjuk nem ártani egy kicsit magasabb lábú kanapé, hogy beférjen végre alá a rumba. Egyébként az, az, még durvább, hogy van benne kamera, sőt az újabb, modernebbekben stereo kamera van, hogy sokkal jobban el tudja kerülni az különböző tereptárgyakat. De akkor minek van benne a lidar? De láttam egy olyan hekkelést, amiben felmérték. A LIDAR az ugye távolság, és az viszonylag nagy térképet tud készíteni azokról a témákról is, amiket egyébként a kamera nem lát. De láttam egy olyan hekkelést, hogy megtörték a porszívót, és azon keresztül körbejárták a lakást, és konkrétan, tehát egy teljes videót készítettek róla, sztereóban. ez 3D? A hát onnantól már három d igen. igen, Ugye Aha. pont az a lényege, hogy két kamera van benne, hogy 3D-ben tudjon igen, 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 Ezeket dolgokat. És az enyémben még csak egy nyomorult kis kamera van fölfele. A fölfele mutat egyébként a kamera. De... Az miért jó? Hát, mert... De ilyen vagy... halszemoptikás, nem? Tehát, hogy kebé hát elég, elég, van szép, közel. elég széles a látótöre, Aha. de, de elsősorban egy picit előre van billentve és, és fölfele hogy lássa, hogy mi alá akar menni, vagy befére alá. Az enyémben még csak fekete-fehér van, de a későbbiekben színes sztereó. És a ugye abban már meg színe. lehet csinálni. A szürke 50 színe. Igen, igen. Lehet, hogy 256 <síns> árnyalatot. Na látod. Ko konkrétan teljes 3D-s színes modellt tud készíteni a házadról. Uh -huh. Várja? Na és akkor innentől jöhet a, az IKEA. Azzal, hogy ezeknek a modelleknek az alapján kiszámolja, hogy pontosan melyik Tudszod hova lehet belerakni, Na tessék, és te d modellben megmutatja volt, igen, neked, hogy, hogy itt a házban megmutatja az alkalmazást. Pont ezt akartam mondani, hogy Aha. eddig az úgy volt, hogy ott a kamerád. De most már ez se fog kelleni, mert ha ezt megveszi az ikea tőlük, akkor olyan szinten személyre szabott, hogy az IKEA honlapján tényleg a telakásodban mutatja meg, hogy hova kerül, és elfére. Hmm. Na, valami erre gondoltam, hogy ezt össze lehetne kötni, csak még nem tudjuk, hogy ki és hogyan fogja, de lehet, hogy nem pont az IKEA fogja megvenni, hanem majd a kínai IKEA, ami majd még nem tudjuk mi. És pont így fog működni, hogy ezt az adatot újra hasznosítják, és erre te azt fogod mondani, hogy ú, milyen kényelem, nem az, hogy úristen, ez mindent tud rólam, mert valamiért a fogyasztók egy jelentős részének ez az apróság így nem esik le, hogy ő, ez konkrétan centére tudja az összes falamat is. Hát legalább nem nekem kellem lemérni. Uh -huh. Ez képzeld el, hogy hány embernek jönne jól ez, hogy tudod, é. akik hazaviszik az IKEA bútort, és ez a nem fér oda. <laughs> Na, tessék, ez tényleg oda fog férni. Ez, igen. Sőt, méretre tudják neked igazítani, tessék, akkor lehet benne még ilyen plusz feature. Aha, mire odaérsz a boltba, már, már ki van neked készítve, hogy... így van, a polcokból egy 3-3 cent, és akkor pont jók vagyunk. Azért extra szolgáltatás lehetne, hiszen úgy is tudják, hogy neked mekkora kell. Lehet még feláras is, hiszen dolgozni kell vele pluszban. Ha meg hmm. valamivel ki kell termelni azt a pénzt, amiben ez kerül. Jó, Na, vagy. hát ugye, ugye ugye voltak ilyen érdekes hmm. szorik. Kicsit elkalandoztunk az autóktól, meg Bocsi. az autóipartól pedig nagyon sokszor beszéltünk a különböző új járművásárlási, illetve funkcióbérlési modellekről, ugye? Mint a Mercinek az most megjelent novemberben. Az Így, extra ha. gyorsulásért fizetni kell. Köszi. 1200 dollár évente, hogy ki tud használni a tényleges autóban levő logikát. <coughs> igen, azért a németeknek ez tetszik. A BMW, a Merci, Audi, mindegyik bepróbálkozik valamivel. Keresik a lehetőséget, hogy ebből éljenek. Nekem igen, annyira ez... nem, de szerencsére pont egyiket csak akartam venni. És érdekes, hogy Amerikában kezdtek ezzel ellen nagyon erősen ágálni, pedig ott szokták az ilyen eltérő üzleti modelleket felkarolni, és úgy néz ki, hogy törvényt fognak hozni ez ilyen viselkedés ellen, tehát az ellen, hogy korlátozzák a képességeit egy járműnek csak azért, mert e, nem fizettél érte. Még hozzá ez. E, New Jersey-ben lesz. Okay. Ö, azon gondolkozom, hogy ez csak a, a hagyományos autókra lesz vonatkoztatva, vagy innentől mindenki New Jersey-be fogja megvásárolni a John deere -t. Megéri? Boo. Hát nem, mert ugye az az, az, az alapképesség, alap amit, amit ö, vagy a, alaphozzállásuk, hogy mindent külön kell megvenni, és mindent ö, különösen Előfizetési, aha, és nem szervizelhető előfizetési rendszerbe. Tehát innentől egy, egy full extrás John Deere tudsz vásárolni New Jersey-be, és onnantól azt sippelheted a világ bármert. Az megvan, mert, van ezek a, az újságárusnál kapható Trabant meg Icarus modellek. Aha. Előfizetéses rendszerben. <laughs> most igen, egy igen, kapsz most kerekeket. <laughs> Majd figyelj, amikor jön a Mercedes C-osztály újságárusos verziója. <laughs> Ugyanebben a módszerben. Igen, és az utolsó csak... számok fogják tartalmazni a légkondit, a féket. A légzsákot. Igen, igen, igen. Tehát addig muszáj mindent megvenni. És akkor majd lesz a ráadás széria, amikor meg lehet venni kiegészítő extraként a gyorsulást, a hifit, aztán a carplayt, és minden mást. És a leengedhető ablakot a legvégén, de hát ugye az már akkor senkinek nem fog kelleni. Az egyébként megvan, hogy ez nem csak a járműveknél van elterjedve ez a fajta korlátozás. Hanem? Drágább számítástechnikai eszközöknél is. Így például a szerver számítógépeknél, amiket gyakran csak lisensszel lehet aktiválni, Állok annak ellenére, hogy benne ott vannak van. benne a, a nagy fiókban a processzorok. Ugye ezt egy nagy kék cég szokta általában így csinálni, ami nem az Intel. De az Intel nem régiben kijött a legújabb szerverszériás processzorával, amiben hasonló előfizetéses módú korlátozásokat vezettek be. A Magoknak az aktiválására. Na, azt is New Jersey-be kell majd megvenni? Nem tudom, de most már ez a magoknak az aktiváláshez kezd aggasztani. Mi lesz azokkal a nagy ö, magbankokkal, amiket a sarkörhöz telepítünk, hogyha egyszer kihal az emberiség, vagy valami nagy katasztrófa történik, akkor utána újra tudjuk termeszteni az összes növényünket, mert ott is magonként lesz az aktiválás? És kinek kell majd akkor fizetni? Most megijesztettél. Úgy látom, ki fajta? Nekem nem tetszik, hogy magunként kell aktiválni. Tudod, mit lehetne még így? A búzát. Fradi meccs előtt a Nem, nem, itt. Arra gondoltam, igen, az, az se rossz, de így hirtelen arra gondoltam, hogy mindenféle én gém búzák vannak manapság. Ugye? Uh -huh. Meg igen. igazából az összes vető mag. Képzeld el, hogy azt is magunként kéne aktiválni. És kis genetikai license kulcsal, hogy is mondjam, Szerintem erre fajdisen kéne lenni. Sokkal egyszerűbb, mint mindegyiket nyomogatni. Nem, én, én valós, megvalósítható dolgok, dolgokban gondolkodtam, egy olyan ö, folyadékban, ami aktiválja azokat a géneket, amik, amik bele vannak kódolva a magokba, természetesen mindegyikbe külön, és ö, és akkor azt így egyesével bele kell mártogatni a megfelelő cucba a, a gazdának, és csak utána vetheti. el. Ezt olyan, hogy lehetne meghekkelni is a Nem jó. Ez nagyon macer, valami kicsit nagyobbat válasz. Tudod, piac, mák, de nem eladó. Uh -huh. Azt hiszem, hogy ebbe a problémába futnánk bele. Bocs, akkor ilyet pont nem vennék most. De lehet, hogy jó ez a mag, de igazából ö, már elfelejtette, hogy ő búza, mert már csak arra emlékszik, hogy ö, hogyan aktiválható. Hogy hol a kód, igen. igen. Nem jó. Az nem jó. nem jó. Képzeld el, veszel egy kis állatot, és aktiváló kóddal lehet a ez? típusát meghatározni, igen az EAXB 2 c vel cicelez belőle, az FUH 42 kb vel pedig süni. Ha, ha már gémmódosítás és aktiválás, de kinder tojás. csak egy ilyen speciális verzió. Kóddal állatka lesz. Mi a bajod a sünikkel? Semmi a cicet mondtam elsőre. Hát ez az. Me, oh. Mer, második a süni. Na, miért is hagylak titeket, megyek a konyhába vissza. Kérünk szépen Almás Pitét. Süni néni léti léti. Meg, meggondolom. Lehet, hogy a cica után másodiknak kaptak és Jó. van. Elment, Be beszélgethetünk tovább. A hüvelykombáról? <laughs> Itt a nagy lehetőség. Nem, ez a, nekem ez nem tetszik, ez a génkódolás, ezt inkább így ugorjuk, léci. Dobjuk a kukába, ugye? Nem, mert a végén még valaki kihalásza, semmisítsük meg egészében. Ki kilőjük az űrbe, mit szólsz hozzá? Az Orionnal már elment. Jön vissza egyébként, most néztem december 11-e körül. Most, most jár rekordtávolságra a földtől űrkapszula ever. Soha nem volt még semmilyen messze, ami űrkapszula. 400 ezer kilométerre elküldtük. Azon gondolkoztam, hogy egyébként szerinted föltöltötték, tehát hogy atmoszférikus nyomás az van benne? Valószínűleg van a kísérlet kedvéért, de túl nagy szükség Hát, Max a gépek miatt lehet. Rá. Hát az Alexának nak Max. Ja, ö, különben nem hallja meg, hogy mit mondanak neki. Valóban. <gül> <gül> De várjál, ott, ott akkor úgy kell elkezdeni, hogy van egy mikrofon, amin keresztül a webex mondanak valamit, és van egy Alexa a doboz másik felén, amelyik M ezt hallja. Egy hangszóró van és egy mikrofon is. Már úgy értettem, igen, bocsánat. Igen, igen jó, hát csak. Hangszóró. A, a, az, a, az volt a ne, csak Ne játssz viccel állandóan engem. Jó, hát ez a podcast ez ilyen bonyolult dolgokat igényel, de nem tudtam, hogy melyiket hogy hívják. Jó, te. Fő, főleg. Ami az arcod előtt van, az a, az a, nagy fekete, na az a mikrofon. egyébként jó, ez, jó, ez hogy nem az arcomra hogy sötét. Nehezen tudja takarni. így um, szereted? Így szeret ja, Elképzelni. Valószínűleg nem így van, de azért ez, ez így hangzik a legszebben, nem? Hogy hogy ki tudják próbálni azt, hogy mi lesz akkor, amikor valóban egy hangutasítást adnak az Alexának. De mi a jó fenének akarnék hangutasítással? Ez én mindig elcsodálkozom rajta, hogy egy Mert -e valójában nem így van, csak vannak ez, benne, átérik is ilyen kézzel, lábbal. Miért akarnánk beszélni, mikor elérjük kézzel? Tehát, hogy egy extra kockázatot építünk csak be. Ez olyan, mint a Dragonban a Mm, az érintő képernyő. Értem, értem, de aztán, ha megdöglik a képernyő, vagy csak az a pár pixel, akkor mit csinálsz? Nyilván van B-terv, de mennyivel egyszerűbb egy kapcsoló. Van B-terv a mikrofon. Ezért kell a voice assistant. <laughs> nem, nem, nem értem a problémádat. Na, és ha elmegy a hangja, mint nekem. <laughs> Tényleg a hangazonosítás működik, ha be vagy rekedve? Így. Nem. De, de nem. Ő, ő. Működik, e csak... működik, csak nem téged fog fölismerni. Igen. Üdvözlöm, körkapitány! Maga halott. Konkrétan egyébként beszélni lehet ehhez az Alexához. Most nézem a cikket. Hát azért ezzel annyira ne csodálkoz, ez az egyetlen hasznos képesség, hogy hallgat. És értelmezi a parancsokat. Most megint eszembe jutott, egyébként mondtam meg hogy maga halott. De ugye az igazi körkapitányról tudjuk, hogy még él. Tavaly ötlőtte ki Bezos, tavaly ősszel 91 éves William Shatner. Bizony, bizony. És tényleg eljutott az űrhatárára. Erről is beszéltünk. De ez akkor is egy tök nagy csoda. Blue Origins. Hát a Mi határra, határra kiengedték, de nem volt még útlevele, nem engedt. Ezért tovább nem mehetett. Visszafordították a határúton. Na, határtalanul hülyeségeket kezdünk el beszélni, ezért térjünk át az szemétre. ami sok témán. Most beszéltünk történt. az Orionról, meg a Blue Originről. Azt hittem, hogy Bezosra gondoltál. Hát az nem űr, az földi. Az angol űrügynökség az... Van sajátjuk. Egyesült Királyság Aha. űrügynöksége, Uksa. Vagy, uksa az <laughs> 4 millió hogy fontot különített el arra, hogy legalább két darab űrszemetet elhozzanak az alacsony orbitról. Ö, ö, te abból az FK-t mennyi ideig tudná elműködni? Oké, okay. szerintem a, a veszőseprűvel nem annyira lehet letakarítani a leót. Veszőseprű. Hát tudod, amivel szokták seprűvel. vagy? Na, az könnyebb lenne. Harry potter kell... Harry Potter teleporter. High Flight benn. Quidditch. Ezek, ezek mennyivel egyszerűbbek lennének, hogy kiussanak az űrbe? Hát nem. Nem kéne szarakodni mindenféle rakétával. De figyelj, szerinted Kim Jong-un mennyiből tud -e egy rakétát kilőni, mert a, a egész jó esélye lehet azzal is űrszemetet vadászni. Mint hogy azokat ilyen több száz kilométer magasra lövik általában. Na mindegy, csak hogy túl De túl gondolták. Nem, nem, nem az a cél, hogy összeütközzön vele, Ugye tudjuk, De hogy akkor az egy. Igen. Az, az a szétrobbanó űrszemét miatt csak rosszabb problémát tud előállítani, hanem az a cél, hogy lehozza. Az, az Azt nézem, hogy van-e valamilyen méretkorlát, amit meghatároztak ennek, hogy mekkora űrszemetet kell eltávolítani. Legalább vagy legfeljebb. Hát a legalább gondoltam megkeresni. Mert a 7 négyzetcentiméter gondolom nem ér pontot. Azt a... bárki mondhassa. Hé, hey, pont eléget visszafele. Hm. És természetesen, tudod, mivel azonosítják a. RFID-ban. <laughs> li, 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 lidarra! <laughs> Aj, nem hiszem el. Tehát innentől már tudjuk, hogy miért van az, hogy emellett ilyen fekete foltkutatásokat csinálnak a lidarra. Mert Azt így nem. el tudják a, a katonai műholdakat tüntetni az űrszemélygyűjtőről. Mi volt az a, a az égbolt e térkép? A milyen? Twins? Digital Twin. Digital Twin. Az, az így csinálja a lidarral a feltérképezést, nem? Aha. Most tényleg az történik, hogy ilyen verseny van, és többen is feltérképezik ugyanazt? Ja, igen, mert mindegyik csak a sajátját akarja eltüntetni róla. így így. Tehát mindenkinek lesz egy saját térkép, és ezeket össze kell gyűjteni? És akkor együtt látod az összes kémműholdat, és kiderül, hogy ahhoz képest az űrszemét mennyisége, az, az apró pénz. Ki, ki fog derülni, hogy ez nem szemét, az. az oh, igen, van ott ez valami. Ennek minden funkciója pályán, van, igen, igen. De az csinál valamit. Na, és a két megoldás az egyik az a Clear Space, ami hmm. egy hatalmas űrkarral fogja el a keringő törmeléket, és behúzza magába. Ez olyan kacsamesék, így elmondva, igen. Míg a másik... Egy a... Egy nagy csinálja ugyanezt. A, az az Astroscale, azt meg nem találom, hogy az hogy akarja csinálni. Ja, bocsánat, az Astroscale csinálja egy nagy karral, a Clear, Space, az pedig több kis karral ragadja meg a kiöregedett szateliteket, de hm. ő... Tehát az egyik a karral behúzós, a másik az mi csinál? A másik az pedig sokkalra húzós be. Azt mondják, hogy sokkal stabilabban tudják több manipulátorral megragadni a szemetet, és az nem tud elcikázni a kezükből. Mi? Na jó, akkor most menjünk vissza, mert elsőre azt hittem, hogy értem a karra behúzóst. Az olyan, hogy kinyújtja, és mint egy kéz így összecsippenti? A behúzós, igen. meg tulajdonképpen az összes kar együtt a kéz? Igen, az úgy magához öleli. Tehát a, van a polip versus a kéz. Mhm. Uh -huh. Szóval ugyanazt csináljuk, csak az a kérdés, hogy van az egésznek egy hosszú nagy összefogója, vagy nincs. Igen, igen. Ah, és mi a minimális méret? Mit mondtál? Nem tudom, mi fér bele 4 millió dollárba? Ön fontba, 4,7 millió dollárba. De például. Igen, azt akarta, 4 millió dollár például simán. Na most 4 én millió úgy képzelem, millió hogy. Jó fontból akarnak kett. Aha, de né, nem, hát te szatelliteket akarnak befogni. Nem, 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 azt mondtad, hogy űrszemetet. Igen, igen. Például a konkrétan most konkrétan igen, el, elromlott szatelliteket akarnak el. Félek, átolni. hogy a maszat például belefér, mert az eleve kicsi. Pedig De ez jó. csak egy maszat lesz egy, egy ilyennek. a szélvédő? Szét. Űrszélvédő. A napszélvédő. Mert ugye az űrben nincsen űrszél, csak napszél. Ha. Na, tehát azon gondolkozom, ha 4 millió fontba kerül két Kettő. kisebb begyűjtése, és akkor van, két millióba egy, igen. Az két millióba egy, és van 130 millió űrszemét nyilván tartva. Mm -hmm. Jó, de tehát tudjuk, hogy ez azért az arányok úgy néznek ki, hogy kifejleszted mondjuk két millióból, és utána darabonként már csak egy a kísérletnél, a maga a küldetés és a begyűjtés, és hogyha ezt iparosítod, akkor utána az a darabonként jár le fog menni, majd pár százezer dollár a darabonként, aztán pár tízezerre. Kérdés, hogy mikor lesz olcsóbb begyűjteni, mint felküldeni, mert jelenleg felküldeni, mint a sokkal olcsóbb lenne ennél. Igen, illetve hát a 130 millió darab űrszemétnek nem tudjuk mennyi részét fogják ezzel összegyűjteni tudni, hiszen szerintem ezek azért viszonylag nagy szemeteknek az összegyűjtésére lesznek csak alkalmasak. Mi lenne, ha inkább úgy csinálnánk, hogy fogjuk, és kiteszünk egy nagy űrlapátot, amiben megállítjuk az űrszemetet egy adott ponton, és azok egyszerűen fölhalmozzanak, egy rohadt nagy űrtömegkaramból összegyűjtik saját magukat. Az ötlet jó. Egy probléma van vele, hogy viszonylag nagy erejű becsapódásokról beszélünk, ami kicsit több port ver fel, mint szeretnénk. Nincs is űrpor. Mi? Nincs űrpor se. Az sincs. Miért? Mert Tesla van, ugye? Nyilván. Jó. De ez a 130 millió űrszemét darabka, ez nagyon sok. Ezt valahol nyilván kéne tartani. Kéne egy adatközpont hozzá, nem? Te nem azt mondtad, hogy ezt már nyilván tartjuk? Hát, de egy kicsit Én nem. közelebb, hogy pontosan tudjad, hogy éppen hol van. Nem? Nem lenne jó, jobb, hogyha... Segít a ha? mindennapi életemen? Tehát, hogy attól jobban fogok tudni pisilni, vagy, vagy finomabb lesz a szendvicsem, vagy mit, van bármi abból, hogyha én ezt tudom? E, nyilván, hiszen akkor tudod, hogy mikor esik a fejedre mondjuk egy e, SpaceX boiler, tudod, az a nagy fekete, ami becsapódott texas Igen, 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 igen. De azt ők se tudták. Azért <szerűen> azt tegyük hozzá, hogy <szerűen> ők is benézték 300 mérföldet. De, De tudhatták volna, hogyha ha egy kicsit több információjuk lenne. Jó, de tehát, hogyha az ilyen boilerekről annyi információnk van, hogy hozzávetőlegesen ilyen 100 kilométeres sugarú körökkel tudjuk benézni, akkor a kisebbek, mert azért a többség az jóval kisebb, az mindegy. Szóval szép kis nyilvántartás, meg minden igényelne némi számítási kapacitást ennek a kezelése. De szerencsére erre van projekt. Jéj! Méghozzá az Európai Unió úgy döntött, hogy szakad, szakít a földhöz ragadt megoldásokkal. Uh -huh. És a földhöz ragadtak. Így van. Jó, jó. És kiköltözteti az adat központját az űrbe. Ami már a gémereknél beszéltünk, hogy az alacsony latencia mellett sok egyéb haszonnal bír. Húzunk hozzá egy hosszú madzagot? Nap energiával szeretnék ezt üzemeltetni. Nem úgy gondoltam az adatátvitelhez. Szerintem archívra lesz használva. Csak küldeni kell neki. Hm. És kiküldünk valakit egy pendrive-ba, hogyha le akarjuk kérdezni, vagy így nem, a, a, egy pár dolog azért még nem tisztázott ezzel a történettel. Egyébként lézerrel viszonylag nagy adatmennyiséget lehet átjuttatni, hogyha éppen nem túl felhős az ég. Ugyanakkor pár száz megawatt kapacitás igényű... Jó, hát napelem. Napelem, hát igen. De ott egy még engedi az elmű, nem? Igen, meg ott nem nagyon felhősödik be. Meg még egy előnye van, végre a hűtés megoldott. Nem teljesen. Na ne szórakozz. köze. Ott de... se. Hát az űrben nem olyan könnyű ám a hűtés, ezt már beszéltük. Hát ki kell nyitni időnként, aztán a lamellákat időnként, ezt nem visszacsukni. Az a helyzet, hogy nincsen hűtő közeg, ami elvinné a hőmérsékletet, illetve bocsánat, a hőenergiát a, a gépekről, tehát egyetlen módon infravörös ö, ö, sugárzással tud megszabadulni a hőtől, az pedig jó-jó, de annyira azért nem, tehát vörösen fog izzani. Küldjünk hozzá rendőrt. Nem fog zöldre váltani, az biztos. Nem, de lehetne ő a közeg. Oké, okay. az, az se rossz irány, jó, okay. az level. aztán letartóztatja. Hát vagy Fűző fel, ugye, ha elég bátor. Hmm. Na jó, tehát gyakorlatilag egyébként még csak azzal foglalkoznak, hogy mi lenne, ha, és erre kapott két millió dollárt a dollárt, nem eurót. Az majdnem euró. mindegy. Az majdnem mindegy. Tehát az, az egyébként nem egy nagy összeg. Nem, ez csak a kutatásnak a kidolgozása. Jó, de hát, hogy ahhoz is fog lenni pár Felvázolják tonyai, és... a kísérletvázatait. Igen. Tehát itt, itt valószínűleg még a proof of concept is egy nagyobb összeg lesz, mire ebből egy olyan eszközt, amire azt mondhatják, hogy ki tudnánk próbálni. Hát kiváltképp, hogy ekkora uh, energiamennyiséget előállítani jelenleg nem igazán van kapacitás odakin, és ugye van a hűtési probléma, van természetesen az adat odajuttatásának visszatöltésének a problémája, tehát igazából nem tűnik annyira tűn értelmesnek, de ezt már a cikk is megírta, hogy hát valószínűleg annyira nem lesz ez jó ötlet, mint amire gondoltunk, kivéve, hogyha van valamilyen megoldása, vagy olyan kifejezett szolgáltatás, amit, amit már tényleg az űrben érdemes használni. Ugyanakkor hmm. ezzel megoldják azt, hogy a, az adatokat nem rakják a felhőbe. Hát, Igen, nem a felhőbe akarják rakni, most sem, hanem annak a túloldalára. Hát nem szeretik az EU-ban EU a felhőt. Így. Úgy, na. Tényleg hát. a GDPR akkor vonatkozna ezekre az űradattárolókra is? Attól függ, ha geostacionáris pályán az, az, EU az EU területe, területe fölött van, akkor... <laughs> <laughs> igen, igen, igen. De, így, De egyébként így. nem. Ráéreztél? Nem. nem, mert hány kilométer az államhatár tíz? <laughs> ha jól emlékszem, az űr az semmiképpen léktér. nem... Így, így. Az semmiképpen nem államhoz kötött. Szóval, hát, igen. Még. Na tessék, egy újabb problémakör. Gondolkoztunk sokat egyébként ezekben az években azon, hogy mi a francra jó az NFT. És? Hallottál arról, hogy... Hát ugye beszéltünk, hogy tokenizáció. Igen. És valaki úgy gondolta, hogy tokenizál egy, egy a tulajdonában lévő festményt, és egy Frida Kahlo festményt, ami egyébként nem volt, nem volt nagyon értékes csak 10 millió dollár, amiből ugye akár, akár személygyűjtőket is küldhetünk a föld körüli pályára. Tehát miután ezt tokenizálta és elkezdte értékesíteni, illetve meghirdette a tokenek értékesítését, online közvetítette, ahogy fölvágta a festményt, és a jól emlékszem, el is égette azt. Az eredetit? Az eredetit. Innentől csak a tokenen keresztül, igen, igen el, el, is, el is égette. Csak a tokenen keresztül tulajdonolhatod, birtokolhatod ezt a képet. Hmm. Ehhez milyen szert kell fogyasztani, hogy az embernek ez is van eszébe? Szerinted milyen sikere volt az a token értékesítésnek? Úgy képzelem, hogy ö, ilyen nulla. Vagy bazi siker, vagy a tökéletes katasztrófa, és egy Frida Kahloval kevesebb plusz egy emberrel több a börtönben. Tízezer NFT-re bontotta föl az, a képet, ebből. darabonként 4... Darabot tudott értékesíteni? Így, Bed News. De azokat cserébe 10 millió dollárért darabonként? Összességi, nem. nem, mert ugye az eredeti értéket tudott pokéregzadani. Gondoltam. gondoltam akkor, akkor ez 4000 dollár. Hát és akkor megmaradt nála a cserébe a, 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 a 9996 tízezrede az igen. eredeti tulajdonnak, ami viszont cserébe megszűnt létezni. Ez olyan, mint amikor az aranykészletedet fogod és megsemmisíted lesülyezted az óceán fenekére. De, de olyan valami szinten, random hogy, aha, igen. Aha, de, de úgy, hogy neki. tudod, hogy jó mélyen, tehát hogy ne lehessen visszahozni. Aha. És? Jól érezted, hogy Frida Kahlo az egy mexikói nemzeti műkincs, a, vagy volt. volt. Képelpusztítása az konkrét bűncselekménynek minősül. Te, tehát a, az úriember letöltendő büntetés elé néz, még hozzá nem kísértékű károkozás miatt, mert hiába volt ővé a festmény, ezt nem teheti meg egy, egy nemzeti műkincsel. Ajj, ajj. Hű. Hű. Hát szerintem az az ötlet, hogy majd a, ne, a megsemmisült műkincsnek a birtoklással fölviszi az árát, ö, hát ez. Nem tűnt jó ötletnek akkor sem, amikor csak elkezdted mondani. Nem tudom, hogy az ő fejéből ez hogy pattant ki. Hát, El, ugye, honnan te... volt neki egy 10 millió dolláros festménye, ha ennyi esze van? Hát ez egy kriptoüzletemberről van szó. Lehet, hogy valami köze volt az összeomló tőzsdéknek is ehhez, az hmm. emberkéhez. Nem tudom. Jó, tehát akkor mi az NFT értelme? Mert azt hittem, hogy most ezt el fogod mondani. Miért? Szerinted az utóbbi években rájöttünk? Nem, de azt hittem, hogy itt az elmúlt két hét hallgatásában megfejtetted. Hát nem, nem. Az a helyzet, hogy attól nem, lett, nem lettünk okosabbak, hiszen maga az NFT az, hogy hogy birtokolhatsz egy bizonyos részét valaminek, tokenizált formában, ez nem is hülyeség, de abban a pillanatban, hogy az megsemmisül, akkor onnantól értéktelenné válik, hiszen, uh -huh. hiszen a nulla értékű dolognak a, a bármely tört része a jelenlegi matematikai ismereteim szerint szintén nullával egyenlő, és valahogy ezt a matematikát próbálták megvariálni azzal, hogy önmagában a tokennek lenne valamilyen értéke, mint mint egy nem létező dolognak a hordozója. Hát nem jött össze. Nem. Ez, ez szerintem pont bemutatta, hogy hogy így ebben a formában önmagában nincs értelme a dolognak. Úgy lehetne, hogy digitalizálod, azt mondod, hogy a másolatokat és csak a legális másolatokat a metaverzumban használhatod, és mondjuk kiteheted a saját faladra. Ha? Úgy lenne. És akkor lehet eredeti Frida Kahlo, aminek tulajdonosa is vagy, de csak a metaverzumban használhatod. Hát, vagy lehet eredeti Frida Kahlo-ból valamilyen tört rész a tiéd. Ha jó, de a két pixel nem jól mutat. Ja, nem, 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 nem a digitális mint formában, hanem Valóságban, értem, értem. Mint, egy, mint egy részvényes benne lehetsz a, a birtoklás. Hát, tulajdonképpen ezt próbáltam meg megcsinálni, csak digitálisan, csak ehhez ez kár volt megsemmisíteni az eredetit. Igen, ebben a formában nem nyert. Tehát ez így. Következőre másképp. Kicsit hasonlít arra, amikor a hagyományos ilyen bélyeggyűjtéssel kapcsolatos hír, amikor megtalálták a, a, valamelyik bélyegnek a második példányát, és ahhoz, hogy, hogy fennmaradjon az eredetinek a magas értéke, megsemmisítették a másodat. másod Volt ilyen. A, azzal biztosította, hogy tényleg egy van belőle. Erőt eszembe meg kéne keresni a bélyeg albumomat. Nekem van egy csomó Erzsébet királyn, és bélyegem nagyjából a teljes sorozat meg volt a 90-es évek elején. Meg kéne nézni, hogy megvan-e mégis egyben van-e. Miért gondolod, hogy az is csúnyán öregedett? Vagy nem, valószínűleg szépen öregedett. Vagy átalakult mássá? Most De, már Károly... Most királyos? Aha, nem. Károly királyos? néztem most a vb n tényleg úgy éneklik a himnuszt az angolok, hogy God Save the King. Igen, tényleg megváltozott a himnusz szövege. Változnak a dolgok így menet közben, de egy dolog állandó, a Microsoft ebben az évben is készít csúnya pullovert. Azok egyébként jól néztek ki tavaly. Már-már kedvem támad szerezni egyet, lesz hogy nem szerettem az ilyeneket. Az idei az megvan, hogy kivel lesz? Csoda nem, szépen. Nem, mindjárt megnézem. Klippivel. Klippi a kedvenc, Yay! kedvenc mesefiguránk, vagy, vagy ö, első digitális asszisztens, bocsánat. Igen. Hogy majdnem azt mondtam, hogy intelligens digitális asszisztens, de hát ugye, aki valaha beszélgetett klippivel, az... Ö... Jaj, de tugi, most látom. De ez nem is olyan ronda. Happy hát Oké. Olyan... Okay. Az eredeti 16 színű Windows ö... színsémát hozza, és abból is ezt a nagyon-nagyon csúnya, nem tudom milyen király. Lehet, az... hogy velem baj van, de hogy nekem ez persze nem egy szép darab, de hogy aranyos. Nem benném föl. A tavalyi Windows logós egyébként sokkal reklámabb hangulatú volt, ez, ez jobb. Ez a tavalyi kicsit. az, az Mindsweeper volt. Ja, akkor az, amelyiken nagy Windows logó volt. Az mikor volt? A 3.1-es logója. Hogy volt? Volt egy Paint, volt egy uh, tavaly a Mindsweeper, előtte Windows 95 volt szerintem. Mm. De ezt minden évben sikeresen előadják mostanában már. Volt xp és meg 95-ös is uh, 2020-ban. Meg a Paintes. De ez tök jó marketing. Most láttam egy másik hasonlót, ami, amin így megakadt a szemem, és lehet, hogy így be is nevezek rá. Ez most reklám lesz, de muszáj valahogy elmondani. A TV reklám volt, és a Meki gyert zoknit, ilyen hamburgerest, valami vicces színűt, amivel támogatnak valakit száz százalékban, hogyha megveszi az ember az oknit. Azt hiszem, a, a saját alapítványukat, ami, ami arra szolgál, hogy a szülők a gyerekükkel tudjanak kórházban tölteni időt. Tehát azt támogatják. Ugye, megkeresem. Igen, erről, erről a kampányról hallottam, és hát nyilván, bár magát a céget semmilyen módon nem szoktam... Uh... Ronald házakat lehet támogatni vele, így van. Hogy beteg gyermekek családjai körében gyógyulhassanak. Na, ezt, ez nekem tetszik. November 21 és december 4 között, úgyhogy ha időben halljátok, 1000 forintba kerül az okni, Szerintem én veszek ilyet. Két méret van, 36-39 és 42-45. A 39-42-esek meg pukkadjanak. Így van. <laughs> hát akkor ezt nem kérek. Zokninként 787 forintot fog kapni így az alapítvány. Na. Jó, reklám. Zokninként vagy zokni páronként? Igen, teljesen jogos. Azt írja, hogy zokninként. Teszem hozzá, a zokninként van meghatározva az ár is. Tehát féllábúak nincsenek kizárólag mert ezer forint, szóval ne lepődjetek meg, hogyha egy pár kétezer forint tesz mégis a kasszánál. Hát, siessünk oda. Ö, hogy lehet oda le leggyorsabban odaérni? Hát természetesen hyperloop -a. Arról rég beszéltünk, ugye? Tényleg ott mi történt? Építettek már valahol ilyen mint a csatornát? Természetesen, hát nem emlékszel a Las vegas -i... De azon kívül. Igen, azt ott megcsinálták, de aztán, aztán semmi. Várj, várj, várj de mit csináltak Las Vegasban? Egy ilyen egy kilométeres alagutat fúrtak neki. Így van, nem neki. Tesláknak fúrták. Ja? A Hyperloop az, az ezen túl túlmutatna, és az gyakorlatilag a csőpostának a modern verziója lenne, méghozzá maglev, vákumcsövek voltak kitalálva, de igazán igazán én visszagondolok arra, hogy, hogy régen csináltak ilyen csőpostákat, emlékszel? Uh -huh. Sokkal egyszerűbb volt, ez nem kellett hozzá maglev, meg minden szírszar, Fogták, aztán nem, nem kiszívták az összes levegőt, igen, hanem... Igen, működött. Igen. Egyébként, de hát úgy, hogy nagy nyomással átküldték. nem, vákumban nyomással. Nyomással, igen, bocs. A nyomást az könnyebben tudunk előállítani, mint vákumot. Igen. Ugye ezért van, hogy nagyon sok ember nyomott. Nagy nyomás. Nagy nyomás volt rajtuk, igen. Úgy néz ki, hogy a, Hyperloop Transportation Technologies cég... HTC? egy az nem valami más gyert. Hyperloop TT, az a hivatalos rövidítése. Ez most már így nagyon-nagyon sokadik körben szerencsétlenkedve próbál pénzt szerezni erre a projektre, de nem nagyon sikerül nekik. A valamelyik egyetemen megépített kisebb, azt hiszem 400 méteres csövet, azt már visszabontották, illetve parkolóvá alakították át, mert hogy... A csövet? A csövet, igen. Mi parkol benned Tesla? Nyilván, mi más? Mm -hmm és, és mostanra úgy néz ki, hogy a Toulouse-ban, Toulouse Franciaországban van egy kis infrastruktúrájuk fölhúzva, ahol, ahol tesztelési... Egy angol nyelvű cég pont Toulouse-ban épít bármit. Biztos nem volt semmi más. We got nothing to lose. Nem a nothing-ot, azt nem ők birtokolják, hogy tudtam. Ez egy önálló cég. Egyébként nekik is oda kéne rakni a izőt a, a főhadiszálláson. Igen, 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 igen. Az viszont cserébe adnám magát az jó poén. Igen. Egyények. A franciák elgondolkodnak majd itt az újra átnevezésen. Hát úgy néz ki, hogy á, még egy ilyen tíz év kell kb. annak, hogy bármi lehessen abból, hogy. hogy Még tíz. Ez még a múltkor is így volt, nem? A kutatásra. Ott mindig még tíz van. Nem, az, a, a, amikor még benne volt a maszk, az jövőre indul. Mindig jövőre. Bár, bármikor kérdezed is, jövőre lesz meg. Hát ugye, mint a nagy transformációs programok. Azok is mindig jövőre indulnak. Mikor jön a cikk sorozat utolsó része? Szerintem az utolsó része az ugyanúgy nem fog jönni, mint a sorozatban sikertelen élesítésű transformációs programoknak. Miért mi történt? Hát addig fog a következő cikk rész eljutni, hogy már már élesíteni kezdenek, de, de még csak a visszaszámlálás indul el. Uh, spoiler! Illetve még az se, még csak fölszerelik a visszaszámláláshoz a spoilereket, igen, igen. Épp. Ha már említettük a ronda pulóvereket, és ebben természetesen a Mindsweeper eset, nem mehetünk el anélkül, hogy meg ne említsük, hogy a Teams végre tartalmaz mindsweeper Solitert, Wordamentet és Icebreaker-t. Ezt a kettőt nem igazán ismerem, de az, az elsőt azt szerintem mindenki már unásig használgatta, amikor amikor különböző fájdalmas mítingeken vett részt. Uh -huh. És most végre nem kell titkolózni, bevallhatod a főnöködnek is, és játszhatjátok együtt. Közösen lehet játszani. Mondjuk nem tudom, hogy a, a Solitaire, ami ugye már a nevében... A, a nevében dolgó... is benne van a passziásznak, igen. a. <laughs> Igen, a, a magyar passziánzban nem annyira, ott, ott, csak a, a türelem játék van benne, de a szoliter az ugye a, a, magányosságról szól. Igen. Na azt most, hogy, hogy fogod kihívni egy solitárra mondjuk a főnöködet? Hát gyere. <laughs> gyere, játszunk. Na, mit hoz? Nem, nem, jó. Nem, nem, nem. <laughs> de, de ez, ez itt teljesen, teljesen fére sikerült ötlet szerintem, de a Microsoft egy Brigham Young, Young University-n készült hallományra hivatkozik. Még egyszer, Brigham Young. Ezt mi? Hol? Ez egy egyetem. Valószínűleg valami olyan egyetem, ami annyira előre haladott, hogy hát csak dolog. csak postán lehet ugye jelentkezni rá és levelező. Igen. Igen, igen. És előre felcímkézett bélyegen, vagy borítékokon lehet velük kommunikálni. Minden második bélyeget arra kell felnyalni, igen. Igen, igen. Arra egy olyan kutatást vittek végig, hogy azok a csapatok, amik rövid videójátékokat játszanak közösen, azok 20%-kal produktívabbak, mint azok, akik ilyen hagyományos teambuilding feladatokon vettek részt. Nem, azon gondolkodtam, hogy tehát az időt ugyanúgy eltöltötték mindketten, de ha online játszol a másikkal, attól produktívabb leszel, mint ha offline, vagy Igen. személyesen. Én szerintem ez azért van, mert a team building hagyományos feladatai olyannyira kimerítik az embernek az agytekervényeit, hogy roható nincsen kedve dolgozni tovább, miközben a videójátékok lényegesen egyszerűbbek. Nem kell például kanálban tojásokat átadogatni egymásnak. Meg emberek fejét nézni közelről, ja? Tehát most finoman arra célzó, hogy a team building lényege, hogy az emberek egymással össze vannak zárva, az túl fárasztó ahhoz, hogy eredményes legyen, ezért sokkal hatékonyabb, hogyha inkább nem is látod azt, akivel éppen csapat épülsz. Hát nem erre célzok, hanem arra, hogy a csapatépítés az szerintem olyan szinten agyibbasztás és fölösleges az ilyen szervezet formában. Jó Hogy azt még egy, egy, egy passziánszal is jobb helyettesíteni. Két személyes. Ötös nincs. Az, azt mondjuk, jó lenne egy ilyen 250 fős meetingen ötödik. Call of képzelni. Duty? Mindenki. Mi mindenki Call of, egyet. of duty <laughs> oh, oh, oh. hatás. Élőben. Még gondold meg, egy közepesen nagy csapatnak milyen jó lenne ilyen fifázni, de úgy, hogy mindenki választ egy játékost a 11-ből, és akkor mindenki maga irányítja, és a csapatmunkát kell a gép ellen. Huh? Azért Azért az megvan, hogy nagyon sok intézményben fognak fázni, még ha nem is fi. De ha mozog az ujjuk, legalább az nem fázik. Aha. Aha. És tudod, mit csinál munkaidőben, ugye? Reszket. Valami. Ennyi. Azon gondolkozom, hogy hogy lehetne a, a, a dolgozók reszketését valamilyen módon energia előállítására hát használni, maga a energia előállítás. Ugye, tehát arról szól, hogy az izmaid olyankor remegnek, amivel nagyobb hőt állítanak elő, mint alapállapotukban. Ez pontosan De... erről szól, csak az a probléma, hogy ezt maguknak állítják elő pofátlanul. Így volt. van, ez egy önző dolog. Ezt meg kéne osztani másoknak is. Hát ja. Egyébként, hogyha dolgozók nincsenek durván beöltöztetve, akkor a test hőjüket átveszi ugye a környezet levegője, mert ott nem kell ahhoz rendőrt mellé állítani, hogy legyen közeg. Aha. Aha. aha, aha, aha. Az, az megvan. Sőt, a héten olvastam, hogy a. Az országházban jöttek rá, hogy ha nincsenek benne a képviselők, akkor akkor sokkal nagyobb a fűtési számla. Nem lehelik be a termet? Így, így, így. Uh -huh. És mi lenne, ha akkor csak simán hagynánk idegen? Ez tényleg egy ilyen részletkérdés, de hogy. Hűljen ki? Uh -huh. Szerintem menjünk tovább. <laughs> az nálunk is úgy van, hogy az abban a szobában, amiben tartósan nincsen senki, nincs fűtés, például, az be van csukva hablak és akkor az ott köszönni szépen jól el van 13-14 fokon. És amikor valaki használja, akkor befűtünk és belakjuk. Uh -huh mind mindegy, én értem politikusok, meg minden. Van ez a hagyományos a zsizsökkentő módszer. Jaj, hát beszéltünk sok ülésteremről. Tudod, milyen üléstermekről nem beszéltünk régen? Jújjúj, már a kérdésfeltevés is ijesztő. Hát a mozikról. Még léteznek? Képzeld el, léteznek. A mozik, mozik azok még mindig megvannak, nehéz lenne őket elbontani, mert sokba kerülne. De az AMC, az amerikai mozi hálózat, kitalálta, hogy mire lehetne használni ezt a sok kihasználatlan, kényelmes ülést. Figyelek. Ráadásul munkaidőbe, hiszen azt is ugye fűteni kell reggel-este ahhoz, hogy mehessen. Hát ugye nappali... nem egy nagy nyitott irodát akarnak, kényelmes fotelből, karosszékből, laptoppal dolgozósat. Majdnem, munkához van köze, de, de nem Mi szeretnék indrú? azt, hogy bizony-bizony úgy gondolják, hogy ez a legjobb hely arra, hogy összehozzad az alkalmazottaidat, és a havi, heti, rendszeres all hands meetinget a moziterem kényelméből nézheted végig. Tehát azt a pár órát, amikor osztják az észt a túloldalról, azt te szépen bejussz. osztják vagy észt? Akár lett is. Finnek, ugorok meg a baráték emberszád. Na, ugorjunk. De hogy ugorok én? Hova? Tova. Tény, tova. Szóval, hogy... Nem, azt tudtam volna elképzelni, hogy vannak ezek a politikusoknak a, a Around the World meetingjei, amikor egy nagy kivetítőre kívánt éve mindegyiknek a képe, és akkor ebből lehetne olyan, hogy egy teremből összezsúfoljuk, csak ugye most nem politikusokról beszélünk, világpolitikusokról, hanem mondjuk van egy globális cég, és akkor a globális cégnek a vezetője mondjuk a karácsonyi előadását meg tudja úgy tartani, hogy beülteted a moziba. Na, pontosan erről van szó. Pontosan. De mindegyiket egy helyre ültet. Ja, hogy a aha. Pontosan, Aha. All hands Meeting. És miért nem hallgatja otthonról? Mi történik akkor, amikor ez távolról, sokan, sokan távolról nézik, és. Igazából, és nem is nézik. Nem nézik, Attól bizony, félsz bizony, 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 elvesztik a kontrollt fölötte, így viszont mindenkinek ott kell lennie. És szerintem. Remote control. Egy, control. Így, így. És a főraknak egy kamerát, és aki nem figyel megfelelően, azt központilag tudják. Uh, hogy Á, hogy mondom. a négy moziban uh -huh. lesz, és annak a székét megrezzek. Az, egy, fújnak egy kis az már csak az amazonosoknak. Aha. Nem, itt egyszerűen prémium megvonással tudják jutalmazni azokat, akik mondjuk all hands meeting alatt késnek, vagy rossz helyre mennek. És így elgondolkodtam azon, hogy ezt most akkor hogy is fog kinézni? Képzeld el, van egy, mit tudom én, Filadelfiában egy cégecskéd, egy szólsz az embereknek, hogy akkor srácok, délután kettőtől háromig all hands, menjetek át a moziba, a vezetők ott maradnak, hiszen ők zoomon fognak bejelentkezni a nagy kivetítőre, Dolby Stereo-ba, vagy Surround-ba üvöltenek majd, oppá, üvöltenek rendesen minden oldalról a füledbe. El se tudsz ugrani, le se tudod venni, le se tudod halkítani. És, és az összes ember akkor mondjuk egy órát utazik a legközelebbi OMC filmszínházig, ott végignézik ezt a csodát, és ezért majd egy órát visszamennek, nyilván az utazási időt azt azt mondjuk Amerikában valószínűleg bele se számolják a munkaidőbe, tehát innentől este nyolckor már egyszerűen csak ö, visszatérnek, a, vagy egyszerűen a kocsmába átmennek, és akkor ö, azzal zárhatják a napot. Na mit szólsz ehhez? Természetesen a főnökök otthon maradnak a saját... De közben lehet passziánzhozni? Egyéb csapatépítő tevékenységet végezni? Hát arra van a megfigyelő kamera, hogy ilyennel ne tudjad elrongálni a... És akkor hogy leszünk hatékonyabbak ugye, egy nem? Ohan's Meeting végére? Hát sokkal hatékonyabb lesz, hogy mindenki odafigyel. Nem tudsz elfordulni, nem tudsz, mert ugye még a székkel se tudsz forogni. Mindenkinek letöltésre kerül az az információ, nem csak Murphynek, ami föntről jön. Ez kínosan emlékeztet arra, amikor iskolás koromban, október 23-án, meg március 15-én elsétáltunk a Corvin moziba, beültünk a rajterembe és megtekintettünk egy az adott ünnepnaphoz kapcsolódó híres filmet. Mert az nekünk jó. Egyébként ezek a filmek így visszatekintve tényleg jók voltak, de hogy ez azért nem a hatékonyság bástya. Máshogy te megnézted volna ezeket a filmeket? Magadtól? Hát, mint ahogy a kötelező olvasmányokat sem olvasnád el magadtól, hogyha nem lennének kötelezőek. Így viszont Nagy te eljutott hozzád. Csak. Az, az információ eljutott hozzád, ugye? Uh -huh. Tökéletes ez a közeg arra, hogy le tudja tölteni. A következő az már az lesz, hogy nyilván, amikor végződik mondjuk egy fel lépés, akkor, akkor föl kell állni és tapsolni. Mert ha nem, akkor jön a prémium megvonás megint. Hát eleinte a prémium megvonás, aztán lehet, hogy valami rosszabb. Hát küldenek a Twitterhez. Figyelj, mikor erre majd lecsapnak az igazán globális cégekhez a stadionok. Stadion Stadionépítők Országos Szövetsége majd, amikor. Uh -huh. Az a következő, hiszen ott van négy irányba mutató kijelző, mondjuk egy hoki stadionban, vagy egy nagyobb kosárpályánál. A 10-20 ezer ember is elfér egy nagyobb stadionban Amerikában és még így zárt. Azzal egy baj van. Hát azok, akik előadnak, azok is akkor ott kell, hogy legyenek. Nem feltétlenül, hát ott is lehet vetíteni. És egyébként itt szerintem már tökre dukálna egy hologram, hogy ott sétáljon előtted a színpadon. Meg ott nincsen, tehát igazad van, tehát csak a, akkor, akkor, olyanokra kell gondolni, hogy rendes teljes színpad hangosítás legyen. Így van. Hát, mint például egy, egy rendes koncerten. Így van. Hogy, Csináljuk jól. Te hogy te nehogy, a... hát nem, mert különben ugye nem tudod, eljuttatni garantáltan az üzenetet. Most érted, egy, egy focipálya közepén egy kis ez egy bluetooth hangszóróval nem jutsz fel a tribűnre. Akkor rendesen egy ilyen metalikás Mennünk kell szerintem. Azt hiszem ide, ideje, lezárni valami érdekességgel. Kifutott a vér a fejemből. De nem baj. Képzeld el. Akkor most a pucáltamban. Erről nem akarsz beszélni, ugye? <sínt> M M M M akkor, tehát ott, ott tartottam, hogy képzeld el, <sínt> készítettek művért. De férfi vagy nővér? <sínt> jó, mindegy. De testvér? Eredetig a vér volt, de mű lett belőle. És mire jó ez a művér? Lehet végre a műhúsokba ilyen műlocsó hogy ha megvágod, akkor még lehessen medium rare csinálni belőle? Művért a művértakba, persze. Nem konkrétan emberek számára használható, és beadható vérkészítményt dobott a piacra a Restore nevű cég. Újra volt? Újra volt, igen. És ezt is sok kutatóintézet támogat. Ez jó ötletnek tűnik. Főleg egy olyan korszakban, amikor tényleg nehéz igazihoz jutni, mert mit olyan én, mi van. Ez jó, ezt tetszik. És gondolom akkor tudnak nullás vér gyártani korlátlan mennyiségben. Így van, és rendes ősejtből növesztett vér plazmát, illetve vörösvérsejteket készítettek. Azt mondjuk nem hogy az tudom, hogy nem az enyém, az ő sejtje. Uh -huh. Nem, te sejted. Sejtem nem te sincs. Sejted. Jó jó. Akkor menjünk. Most várják egyébként az eredményeket, hogy, hogy egy picit radioaktívok volt, radioaktivitással kezelték ezeket a vér mintákat azért, hogy a befecskendezés után is követni tudják az élettartamukat. Tehát már csak... Tehát az ezek most tényleg világítanak. É, hát nem tudom, Peter Parker az első transfúzióban résztvevő azt nyilatkozta, hogy egészen jól érzi magát. Peter Parker. Hogy hívták az a pókembert? Peter Parker. Leesett. <laughs> <laughs> Na jó, ne ugráljunk. És szóval, az ő is csak legyeket eszik. Kis baleset történt. Az, az mekkora már tényleg akkor a néhány mágnes segítségével meg tudjuk oldani, hogy a, a legyek belesétáljanak a légcsapdákba? Mondjuk egy gyufás dobozba? Hát az hagyjam, de az orra szádba repülhet a sült galamb. Annyi legyet azért... Fú, érted? Ja most. nem, az a la... Fúj. Go gofri szárnyakkal, vagy mi volt az? rispufiszárnyakkal. szárnyakkal. Rizspufi szárnyakkal fölemelkedik a sült galamb, és a legyek segítenek beletuszkolni Én, a ennyi. szádba. Mm. Oké. Okay. A négy lepte sült galamb. Jó neked is. És mindenhető. ú Hát végül is lehet, hogy kényelmesebb, mint a Meetable-nek az új hibrid húsa. Az meg, van, meg hogy rájöttek, hogy nem is olyan rossz ötlet, hogy ha... ha Tesznek bele igazit. <laughs> Igen, így van. Ennyi. Most láttam több olyan reklámot is, hogy te a foci VB miatt ugye többet nézek tévét, és ebben így ott vannak a reklámszünetek is és több olyan reklámba is belefutottam, ahol külön kiemelik, hogy természetes eredetű összetevőket tartalmaz, és ilyen kis csillag apró betűvel oda szokták kérni, hogy hány százalék, és láttam valami illatosítón, az összetétel legalább 50 a természetes eredetű összetevő, de hát könyörgöm, tehát ez nagyjából a víz. Igen, igen, igen. És 80 százalék benne a, százalék a víz. Csoda, igen, igen. tehát... jó, jó, És a víz, megy. víz egy része is hidrogénből lett előállítva. Ez hogy üha. Ezt, ezt így ki kell emelni, és ráadásul még csak nem is különösebben igaz. A a az az találta ki egy hibrid húst hoz ö, piacra. Ami hibrid hús, az azt csinálja, hogy ö, tartalmaz egy csomó ősejtből kitenyésztett, re, tehát rendes tenyésztett húst, és tartalmaz egy csomó vegetáriánus összetevőt is. Tehát ilyen olajakat, ilyesmiket, azokat belekevernek. Fúj. Tehát. Ö, hm. A még mindig nem vitt rá. Igen, Igen. Kirázott a hidegtől. Nem, nem tehát vagy, vagy legyen egy rendes krumpliprósza, vagy legyen egy rendes steak, de a kettő közötti átmenetet még én mindig nem szerettem meg rendesen. Krumpliprószát esetleg steakkel? Egy. steak közé egy prósza. magyarul. Két steak talán jó ötlet. Az csak a sima krumpliprósza. Az szabály. Az halom az írba lett kisütve. Prószai lett a prósza lezárás. Viszlát, csüni néni! Megyek, megyek vissza a konyhába sütni nektek valami finomat. na lesz az ebéd. Azt be tudjuk dugni az ajtód alatt. Reméljük nem, mert az egész nagy baj lenne a szigetelés szempontjából. Akkor a poszt alá bába. Poszt alá mi? Poszt alá szöveg alá érezni. Na mindegy. Köszönjük, hogy velünk voltatok az utóbbi években! Később is remélem hallgatni fogtok minket. Jövő héten jelentkezünk újabb adásunkkal. Addig hallgassatok, lájkoljatok, like serejetek! Sziasztok! Sziasztok! Kedves hallgatóink, ez a Ártosztály Podcast 140... Hoppa! Na még egyszer! Wow. Most nézem a hallgatást. Ahhoz képest, Mely... hogy nem volt adás. Uh, igen, elég most. Illetve meg már megint az történt, hogy nem volt adás, úgyhogy elkezdtek menni az előbbiek. Uh -huh. De pont minden nyár Lehet, hogy nem kell ilyen gyakran <laughs> újat kiadni. Az Körülnéző. az a helyzet, hogy heti szinten nem jelentkezünk, akkor egy csomó helyen visszaesik. Ezt értem, csak hogy nézd meg. A chartable láttad? Hogy Man, az első hetese, hogy, hogy alakult ennek az adásnak? Chartable.com a vommal nem megy. Ez egy szar. Mm, hát küldjön. Nem, nem vagyok. Hm. Hm. Nagyon szép. Gyenge kezdés után szar minden mást. De nagyon Te keményen. De azért nagyon-nagyon egységes az összes többi, ez nagyon jól látszik. Igen, én most az Nagyon is szép íve van a felfutásnak, igen. <coughs> hm. Bár mondjuk a, az Apple Podcast-on vissza vagyunk -e esve. 230. Konkrétan a lista utolsó, még megjelenített része. Bombafenyegetésre kiképzett robot.